Sziasztok! Ennek a videónak az apropója a fényszögek, a különleges fényszögek. Ez megint egy olyasmi lesz, amivel csak akkor fogsz tudni mit kezdeni, ha egy picit már tanultál astrogiát, és legalább ismered a fő fényszögeket. Mert a különleges fényszögek nyilvánvalóan ajtót nyitnak egy másik rétegre, abban segítenek, hogy pont a karmikus mérétegeket feltár, de ha egyáltalán nem ismered a fényszögeket, akkor ez most nem neked szól, sajnálom. De ha megnézed, akkor örömmel veszem. Mi is az, hogy fényszög? Ugye, úgy azt használjuk, hogy aspektus. Ugye? Aspektus. És ha ezt lefolytod ezt a szót, akkor először is a latin szó eredetileg azt jelenti, hogy pillantás, majd rögtön visszatérünk erre. De ha meg, ha meg a magyar nyelvben használatos aspektus szót megvizsgálod, ugye a szemléletet jelent. Tehát nem is tekintet, hanem szemlélet. Ez két különböző értelmezés, tehát abból az aspektusból kiindulva, hogy ugye itt szoktuk használni, vagy, vagy tehát szempontot jelent, szemléletet vagy szempontot jelent, miközben az eredeti latin szó szim, szimplán pillantást jelent, és abból indultak ki a régiek, hogy akkor jön létre aspektus ö, helyzet két égitest között, hogyha látják egymást. És a látják egymást, azt úgy tehát abból vezették le, hogy a 360 fokos körön belül, ha ugyanazokkal a léptékekkel megyünk előre, mint amit a fényszög használ, tehát egy 60 fokkal, vagy egy 120 fokkal, vagy egy 180 fokkal, akkor vissza kell érkeznünk a kiinduláskori pontra. És ugye a konjunkciót az értelemszerűen egymás mellett való létet jelent, ezen kívül pedig még plusz négy aspektust állapítottak meg, ezek ugye a sextil, a trigon, a kvadrát és az oppozíció. Tulajdonképpen majd ebbe a sorát be kell nektek mondanom, hogy sextil, kvadrát, trigon, oppozíció, és ha ezt így megnézed egy körnél, tehát így elkezded rajzolni, hogy 60 fok, 90 fok, 120 fok, és 180 fok, akkor lesz két hiátus, két lyuk, ugye a 30 foknál és a 150 foknál, a két karma fényszögnél érdekes módon. Ezeket nem használták a régiek, mert azt mondták, hogy nem tudod végigcsinálni ezt a tekintetet, tehát nem fogja látni magát a bolygó. Na most nekem ezzel már rögtön bajom van egy picit. A Quinkunksnál értem, és azt is értem, hogy Isten igazából nem tudták értelmezni, nem semmilyen szervező erő nincs a esetében. Abszolút nincsen. Tehát nem lehet, nem lehet megmagyarázni, hogy ez most akkor milyen viszonyban kerül a két égítest, mert általában a jegyek köszönő viszonyban sincsenek egymással, semmiféle szervezőerő nincsen, ami például a többi fényszöknél nagyon szépen felvezethető. Nincs a 30 foknál se, de ki fogunk térni a 30 fokra, mert a különleges fényszögek mellett meg akarok nektek mutatni egy ilyet is, hogy mi történik a 30 fokokkal, ugyanis egy nagyon fontos evolúciós eszköz, szerintem lélek evolúciós eszköz maga a 30 fok, és az abból eredeztető, hogy mi hogyan látjuk a 12 állati v egymás után következését, mert szekvenciáit. De minden esetre az is igaz, hogyha belegondolsz, hogy dehogy nem látja magát. Hát ha 30-al megyünk odébb, akkor bizony oda érkezünk vissza. Tehát pont a 30 foknál nem áll meg a magyarázat. És nekem mindig ezekkel volt a bajom. Tehát sajnos én túlságosan logikus vagyok, én mindig elkezdek gondolkodni. Ha hallok valamit, ez nem csak az asztrologiában volt itt, hanem mindennel így volt. Ha hallok egy, egy szentenciát, egy kijelentést, akkor elkezdek azon töprengeni, hogy ez igaz vagy nem. És majdnem mindig megtalálom az okot, hogy miért nem igaz. Tehát mindegy, ezt így használja a hagyományos asztrológia, ezért hagyja ki ezt a két fényszöget, mi meg nem hagyjuk ki, mert mi bennünket a karma az érdekel, hogy vajon valamilyen számszaki viszony létrejön-e két bolygó között, azáltal, hogy elosztom a kört. És nem vagyunk benne egyedül, mert hála jó Istennek, az első ilyen próbálkozás Johannes Keplernél történt meg, aki ugye matematikus, asztrológus és asztrológus volt egyben, ez akkor még egy foglalkozás volt, tehát ez a három dolog ez általában együttműködött, és egyszerre, egyszerre kellett valakinek mind a háromnak lennie, ahhoz, hogy jó asztrológus legyen, tehát matematikusnak is lennie kellett. Ugye milyen jó, hogy most már nem kell annak lenni, én nyilvántam a matekot, tehát az a baj, hogy én tényleg racionális vagyok, és nagyon jó matek volt mindig, tehát én, 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 bennem ez egyáltalán nem hagyott negatív nyomokat. Visszatérve az aspektusokra, és visszatérve a számszaki dolgokra, Kepler elkezdett játszani a számokkal, és elkezdte továbbosztani a kört. Tehát nem csak egyel, kettővel, négyel és hattal, hanem ugye, ahogy ment tovább, úgy, vagy bocsánat, még a három is ott van, tehát a hárommal is osztotta, ugye ez a trigon, hanem azt mondja, hogy jó, egy, oké, okay, együttállás, kettő, opozíció. Három trigon, négy kvadrát, hat ugye sextil, jó, és akkor mi van az ötössel? Hát megmutatom nektek, hogy mi van az ötössel. Így fedezte föl ő a quintil sorozatot, tehát magát a quintil sorozatot, azt Johannes Keplernek köszönhetjük, és ebben a quintil sorozatban ugye a probléma az az, hogy ezt bizony nem látod szabad szemmel, és most már mi nagyon el vagyunk kényeztetve, mert a komputerek korában és a komputer programok korában olyan számszaki, hogy állítasz be, viszont állítasz be, amilyet csak akarsz. Van több olyan program is, például a Solar Fire az olyan program, hogy konkrétan kreálhatsz fényszögeket, tehát megadhatod, hogy mekkora legyen, és akkor gyakorlatilag használhatod. Én ezt ezzel állandóan játszom egyébként kedvenc közé tartoznak a fényszöget, de Kepler arra jött rá, ha elosztjuk a kört öttel, akkor akkor kapunk. Ezt te szabad a büdös életben nem látod, soha, tehát felejtsd el. És akkor elkezdett játszani tovább ugye ezzel a 72-vel, és négy fényszöget is megállapított ebben a sorozatban amiket tehetségnek és zsenialitásnak nevezett el, tehát a tehetség, a zsenialitás különböző féle fajta megnyilvánulásait. Volt már erről szó, tehát nem akarok erről nagyon sokat beszélni, mert szerintem volt olyan videóm, amiről konkrétan elmeséltem, hogy hogyan is néz ki a Quintil sorozat, meg is keresheted, szerintem megtalálod. Tehát nagyon-nagyon röviden a decil, ami 36 fok, az a profizmust mutatja, meg, valamit profi módon képes vagy csinálni, Ugye ez a legszűkebb, legkisebb fényszög, a, a, sorozat névadója a kvindír, tehetség, zsenialitás, a tridecír, a módosult a tudatállapotokban bekövetkező tehetség és zsenialitás, ahhoz kell valami, tehát ha más nem, akkor az a, az a képesség, hogy te egy emelettel följebb menjél, vagy egy emelettel lejjebb. Nagyon érdekes egyébként, mert nekem több ilyen nem is van, és egész jól tudom őket használni. Zárójel, a, mindannyiunknak vannak ilyenjei, akinek nagyon sok előbb-utóbb rája, hogy van ilyesmi, és talán elkezdi használni. Ha alakzatokat formálnak, akkor könnyebb dolgod van, akkor az általában valahogy megnyilvánul. De a probléma a sorozata és az összes ilyen úgynevezett kisebb fényszöggel, vagy különleges fényszöggel az, hogy nincs bennük energia. Látensek, képesek maradni, hogyha ha össze, tehát így, hogyha összeállnak alakzattá, akkor sokkal, sokkal könnyebb dolguk van, mert akkor meg szoktak nyilvánulni. Tehát velem az történt, hogy hogy a, itt voltak az unokáim, kimentünk a kertben, állandóan a kertben lógunk, hogyha együtt vagyunk, mert imádnak a kertben dolgozgatni, elütettük a borsót, és ugye mindenkinek van kiskosara, tehát abba, ott van a, a nagyobbiknak már is, és rettenet büszke rá, és a kicsinek egy ollója van, ugye egy ilyen pici olló, amivel így vágdoshatja a virágfejeket, de ugye három és fél évesen még nem adok nekik a, neki a kezébe mecsőolót. És a sajátomat is én nagyon-nagyon vigyázok a szerszámaimra. És az történt, hogy elültettük a borsot, és akkor elkezdtünk lemenni, és elkezdtük levagdosni a, a látszárú növényeket, meg aprítani, meg minden. Aztán éhesek lettek, feljöttünk, aztán hazavittem őket, és utána gondolkoztam reggel, hogy hova tettem, ja, mert az ő behoztuk, mert azokat hoztam a kezembe, de a, a sajátomat nem tudom, hogy hova tettem. Lerohantam a kert, nem találtam, sehol nem találtam. Ö, se, tehát mindenütt megnéztem, sehol nincs. Mint a föld nyelte volna. Gondoltam, hogy nem nyelhette el a föld, és ma hajnalban, amikor szokás szerint négy órakor felébredtem, akkor azt mondtam, hogy nem érdekel, nem kelek ki az ágyból, hanem ráhangolódok arra, hogy mit csináltam én ezzel a kosárral. És konkrétan ez a szeretném most megtudni, meg akarom tudni, hogy mi van ezzel a kosárral, és úgy visszapölgettem egy hogy aha ültettem, jó, és utána mit csináltam, beraktam, visszatettem igen, ja, hát ott van a kamrában, a polcon. És amikor reggel fölkeltem, akkor valóban ott volt a kamrában a polcon, tehát gyakorlatilag meg tudtam csinálni, tehát meg, meg tudtam találni, és ez egyértelműen ezekkel a kvintésorozatokkal történik ez a... Tehát ezek a, ezek a fényszögek, ezek így működnek. Na, tehát Uh, alapvetően, uh, most nem fogom nektek itt végigmondani, az, de azért végigmondom, tehát a decil de ugye, maradjunk, tehát még a bikvintil, nem mondtam el, tehát a decil az profizmus, a kvintil az zsenialitás tehetség, a bikvint, vagy a, a tridecil, tehát a 108 fok az a, az pont ezek a, a különleges módon, a módosult tudatállapotban megnyilvánuló tehetség és zsenialitás, ez tud a leginkább segíteni ráhangolódni dolgokra egyébként, tehát ez a, ez ez a, a, látófényszög, tehát ezt is mondhatom, tehát hogy, egy följebb tudsz kerülni bárhogy. Ugye ne felejtsétek el, hogy a 108 darab, ugye például a Málának, a, az, a, a is 108 szeme van, és mire te azt végig imádkozod, addigra bizonyosan módosult tudatállapotba kerülsz, és a Bikvintil pedig az egész inkarnációs cikluson belül elsajátított és tovább vihető tehetség és Fontos értened azt, hogy egy, egy inkarnációs ciklus az nagyon sok életből is állhat, meg nagyon kevés életből. Tehát, hogy hányadik életem, meg hányadik inkar, ezek, ezek, teljesen felesleges kérdések, mert egyáltalán nem érdekel bennünket, és nem is tudjuk megválaszolni. De a bikvintilek azok ilyen sok-sok életen átívelő tehetséget és zsenialitást szimbolizálnak. Tehát itt láthatod őket, ugye hogy most éppen ezen a napon, ezen a március 4-én mik pontosodnak be, ezek az egyfokon belüliek, nem tudom, álljátok egy kicsit lejjebb húzom, talán így jobban látni, az egyfokon belüli és az orbiszon belüli az a másfél fok, maximum két fok, ugye a decilnek van nagyon szűk orbisza másfél fokkal, a, a quintilnek kettő, a, ezeknek is másfél-kettő az orbisza, és ezek közül van, ami tűpontos, ami érdekes itt talán, ami a, a, ha megnézed ezeket a részvevő testeket, akkor azt lehet látni, hogy ott van a Merkur és a Palaszaténi, ugye a Merkur a normál kommunikáció, a Palaszaténi a bölcsesség és a, a feminin gondolkodás, a feminin megoldóképesség, ugye a, a női párja a Merkurnak a Palaszaténi, szoktam mondani, hogy a Merkur a locsogás, a Palaszaténi pedig a magvas gondolatok, az előrelátás, a valaminek a megértése. Ez az alapvető szint a kommunikációnak. Akkor van egy második szint, ugye az Uranusz, ami a Merkúrnak a magasabb oktávia, ez a bevillanásszerű megvilágosodás. Itt a neptunus is be szoktam venni, annak ellenére, hogy a Neptunus nem gondolatbolygó, tehát nem a gondolkodáshoz kapcsolódik, hiszen a Vénusznak a magasabb oktávja, és mégis a tisztánlátást, a, a transzcendens élményeket kapcsoljuk hozzá, tehát a, az álmokat is például, a megérzéseket, meg ilyeneket, tehát valahol mégiscsak az üzenet, kapás, közvetítés is a dolga a Neptunusnak, a feltétel nélküli szeretet mellett, és tehát van egy ilyen értelmezése is. És aztán ott van a transzfutó, ami pedig kimondottan a dimenzióugrás és a csatornázást szimbolizálja. És ha megnézitek ezeket a, ezeket a szellemi zsenialitás leíró fényszögeket, akkor nagyon érdekes, hogy mindegyik ott van. Tehát most nem fogok kitérni itt az értelmezésre. A, ha azt lát, egy D betűt látsz, ugye az a decil, azt a hétköznapi profizmusban tudod megfogni a tridecilt, azt a módosult a, a, a quintill, quintilt, pedig konkrétan tehetség és zsenialitásként. Tehát rengeteg van belőlük, eleve négy darab ugye van, tehát egy, de egy, egy képleten belül, és ha megnézitek az ábrát, azokat húztam ki vastagon, amik egyfokon belüliek, amik pedig orbison belüliek, azokat hagytam így, ugye öt darab ilyen is volt, tehát ezek, ezek nagyon jó kis fényszögek, maguktól nem mozdulnak meg, de felhasználhatod őket a saját életedben, ha tudod például, hogy van ma egy, mit mondjak, egy Neptunusz, hogy hívják, palaszaténé akkor pont azt megcsinálhatod, mint én, hogy ráhangolódok valamire okosan, értelmesen, palaszaténé, ami misztikus, amit nem látok, ami rejtve van előle, Neptunusz, Tehát így lehet ezeket, ezekkel működni. Ami izgalmas, még egyet mutatok, bocsánat, ami ugyan nem teljesen pontos, nem ilyen tűpontos, mint az egyfokon belüliek. Ez például az Uranusz-Plutó tridecél, ez érdekes, mert ugye az Uranus és a Plutó az 2011 és 16 eleje között hétszer volt teljesen tűpontos kvadrátban, az egész 2011-es 15-ös periódus, arra mondtam azt, hogy mire ennek vége lesz, nem fogsz ráismerni a világodra, és nem ismertünk rá a világunkra, annyira megváltozott, tehát ez az egész rettenetes őrület, ami most van, azt akkor kezdték el nyomni. Most egy tride cél van, most lehetőségünk van arra, hogy visszavegyünk egy kicsit ebből az egész idiótakreténségből, ami, ami most ö, ideológia címén működik. Egyébként, a, amíg a Neptunusz a a halakban van, ez addig még csak fokozódni fog, de majd remélhetőleg lecsengez mint mindig minden. Mindig visszaáll gyerekek, egyben hihettek, a természetrendje mindig visszaáll. Ami most történik, az annyira természetellenes, és természetellen való. És azok az ideológiák, amiket a vallás helyett nyomnak rendkívül vehemesen, ugyanolyan szörnyen, ugyanolyan ö, pusztító energiával, tehát ugyanazzal a negatív ö, 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 életellenes minőséggel. Amit a legtöbb tételes vallásnál a, a vallás működtetők és a vallási használt lefölözők tették a múltban, ezt is látjuk. Tehát csak ugye a különbség az, hogy ez egy ember alkotta ideológia, a vallás meg mégiscsak valamennyire Istenhez, tehát a transzcendenshez kapcsolódik. Na nézzük a transzcendens, természetesen be is érkeztünk a szeptél sorozatba. Aminek két tagja van, a szeptír a körnek az egy heted része. És ha elosztod a 366 héttel, akkor egy törtszámot kapsz. Ezt a törtszámot aztán visszaalakítottuk ívpercekre, és ezért ez az 51 fok, 27 évperc, ez a tűpontos állása, hogyha elosztod héttel a 360-at, és fokká alakítod. Tehát ez nagyon fontos, hogy ugye az a 360 fok, de a tört számot vissza kell alakítanod, a tizedes törtet tulajdonképpen vissza kell alakítanod évpercekre. Ugye a tizedes tört a százas, az, tehát a százdal számolunk, a fokoknál, perceknél meg hatvannal számolunk, tehát itt lesz a különbség. És a szeptilnek a kette, megkettőzött változata a biszeptil, a dupla biszticizmus, a dupla ö, értékű miszticizmus, a 102 fok ö, és 54 évperc, amit kerekíthetünk 103 fokra. És itt megint el van rejtve egy nagyon érdekes gondolat, hogy ha te a misztikumot, Ö, racionálisan számokkal akarok ki, kifejezni, nem fog sikerülni. mert kapsz egy ilyen tört számot. Tehát ez nagyon számomra mindig nagyon izgalmas, hogy, hogy ez az egyetlen, olyan szám, az egyetlen olyan fényszög, amiben törtszám van. És pontosan ez a lényege, hogy amikor elkezded aprítani ö, a, a transzendens, és elkezded racionálisan megmagyarázni, amban a másodpercben széttörik széttörik a, a, tehát kapsz valamit, ami racionálisan sem, még racionálisan is irracionális, hogyha belegondolsz. Na ez a szeptél, és a sorozatból itt jó pár van, ugye a is egy darab, kettő darabbi is, nem formálnak éppen most alakzatod, ezek nagyon ritkán formálnak egyébként alakzatot, nagyon szűk az orbiszuk, egy másfél fok, de amit látsz, ami az egyetlen dolog, amit viszont paramiól föl lehet használni majd így március negyedikén, én az a nap holcsomó pont, felszálló holcsomó pont szeptil, ugyanis ráhangolódhatsz, konkrétan tisztán látó energiákat tudsz beindítani, misztikus minőségeket tudsz megérteni azzal kapcsolatban, hogy nap, életelő egófejlődés, és felszálló holcsomó sorsfeladat. Tehát a között van így a legszebb, legintenzívebb dolog. És akkor még mutatok különleges fényszögét, és ez a novell sorozat. Ugye a novell, ami 40 fok, most azt gondolod, hogy ó, hát a 40 fokot a simán látom a képletben, nem, nem látod, kedves barátom, akkor látnád, hogy ha nulla fokod volna az egyik bolygó, akkor valóban nem olyan nagy dolog 30 plusz 10 ugye oda mérni, de nem látod. Annak idején, mikor én elkezdtem a, ezekkel a kisebb fényszögekkel dolgozni, 35 évvel ezelőttről beszélek, a láthatáron sem volt akkor még asztrológiai program, hanem akkor azt jelentem, hogy egy sablont rajzoltam, tehát egy sablonra, ami akkora volt, mint a képlet ábra, azt megrajzoltam, és oda húztam be, hogy mekkora kell legyen egy például egy novél, vagy például egy szeptil, és azt illesztettem oda a bolygókhoz. Ez azzal az a haszonnal járt, hogy nagyon gyorsan kialakult a, a látásom, tehát nagyon, gyors, nagyon sokszor így már ránéztem, és tudtam, hogy aha, ott valószínűleg van egy novél, vagy egy szeptil, és akkor jé, tényleg, vagy hát pont kicsúszott az orbizból. Mi is a novél? A kör egy kilenced része, hogyha kilenced, el a kört, akkor 40-et kapsz, és a 40 fok az az önfeláldozásnak a fényszöge. Egy idegen szó, sokkal inkább kifejező, hogy miről van szó, ez az altruizmus, áldozathozatali képesség, talán így lehetne lefolytani, mert a magyarban az önfeláldozás, az konkrétan egy sokkal mélyebb dolog. Hát nem beszélve arról, hogy a szkíta erkölcsiségben mindig ott van ugye az önmagát feláldozó, hogy, hogy én magamat áldozom föl annak érdekében, hogy te élj. Ez egy nagyon mély a gondolat. Ugye ez a, a fiait a vérével tápláló pelikán, mint Krisztus fogalom is ott van. És valóban Krisztus ő, ő kérte tőlünk az áldozathozatal képességét, azt mondta, hogy ezt fejlesztjük ki magunkban, és ez nem az a, nem a celebeknek az áldozathozatala, hogy akkor ideadom a, mit tudom én, adok százezer forintot erre, vagy arra, vagy amarra, és akkor nézzetek merám, és milyen fantasztikus vagyok, nem, a csendben meghozott áldozatok, a nem hivalkodó áldozatoknak a fényszöge a novél. A, a Binovél pedig a kétszeres áldozatot mutatja, tehát a kétszeres önfeláldozás. Az már, ott már mondhatjuk talán az önfeláldozás, de mondom, ez inkább valami fajta áldozathozatal. És ha végig nézzünk akkor egy nagyon megfogja ugye a szemünket, többé is megfogja, itt hármat is meg fogok nektek mutatni. Az egyik a nap Eris novel, ami sajnos mutatja azt, hogy itt bizony a drasztikusan megváltozó külső körülmények, tehát a háború, tehát a gazdasági válság, ez a mesterséges bedöntése az európai népeknek ez most megvilágítódhat, hogy most tényleg feláldozok, hogy magukat normálisak vagyunk. Tehát a naptól kap egy kis észt, egy kis fényt, egy kis de Jézus már, amit csinálunk. Tehát remélem, hogy most a kezdenek felébredni, az emberek egyértelműen, tehát az emberek azok már régen nem hiszik el, már, ugye a németek már réges régen lügenpresztének hívják a saját sajtójukat, a független objektív sajtót, vagyis a fost, Ugye az egész nyugati világban ez a ez a fajta ideológiai alapon megírt újságírás az, ami működik, ezt a világkommunizmusnak a bevezetésére használják. Ugye 30 év arra, arra, arra gyúrnak, hogy átállítják az emberekben az ideológiát, és gyakorlatilag, vagy mi biztos a józan eszünkből megfeledkezve, vagy bedőlünk ennek a szarnak. Az a pekjük, ugye, hogy bennünk ezt, bennünk ezt, ezt a tehát mi átéltük a kommunizmus, és pontosan tudjuk, hogy az milyen, mennyire pusztító, mennyire felháborító. Nagyon-nagyon remélem hogy ezt ki tudjuk kerülni. A másik, ami érdekes, ez a novél, a következő novél, az a Neptunusz felszállóhol novél, ugyanis a Neptunus, mint az álmok, a transzendencia, megint az önfeláldozás, ugye pont a Neptunuszhoz kapcsoljuk magát az önfeláldozó képességet is, az a felszálló ponthoz pothozat egy novélt, és akkor itt pedig a sorsod érdekében meghozni valamilyen érzelmi döntés, valamilyen magasabb érzelmek által működtetett önfeláldozást illet lefordítani. Ez is április, vagy április, március 4-én van, nem tudom, miért mondok állandóan április, mindegy. Mikor, mikor ezt felveszem, az, akkor még a, a, a járának, februárnak az utolsó napja van. Na mindegy. Aztán ott van a Saturnus Astrea novel, és ugye ez is nagyon izgalmas, mert a Saturnus a karma ura, az Astrea a karma törés, és akkor itt van egy olyan gondolat, hogy valamilyen önfeláldozással, vagy Hajlandó vagyok még benne maradni valamiben, Szaturnusz, és úgy megtörni a, a karmához való hozzáállásomat, például ahhoz a, szituáció, a karmikus szituációhoz való hozzáállásomat, ezt is lehet, vagy pedig azt mondom, hogy a karmatörés segítségével azt a nehéz szituációt megtöröm, és mindenképpen ott lesz valamilyen önfeláldozás energia, erre van lehetőség. És akkor elérkeztünk a semi a 30 fokhoz, amit én egy ilyen evolúciós, lélekevolúciós eszközként értelmezek. Ugye, amikor tanítok, akkor mindig elmondom, hogy a 30 fok az vagy segítő, vagy nevelő jellegű. Itt most tulajdonképpen nagyon sokat gondolkoztam, hogy mutassam-e a... A ö, nem csak a Nap Jupiter, hanem a nap Vénuszt és a nap Napkejront is, mert ez egy kicsit még Orbison, ö, túl van, de ö, a nap hozzá fog ezekhez pontosan, tehát ez ötödik ére már ott vannak, ezek nagyon pontosan és ezek a szemiszextilek, és azt fogom nektek megmutatni, hogy ö, ugye a személy két egymás mellett lévő jegy kapcsolódik össze, és a két egymás mellett lévő jegyet mi a karmelasztrológiában úgy fogjuk föl, hogy a következő az mindig az előzőnek a túlzásaira adott válasz. Tehát azért evolúciós eszköz, mert ö, minden jegynek van egy alapműködése, egy alap. Működése, egy alap egy ilyen archetipikus alapja, és ott vannak pozitív és negatív tulajdonságok, és a legnegatívabb tulajdonságokra adott válasz-reakció a következője. Tehát így lehet ezt felfogni. Tehát nézzük meg, ugye a nap most a Jupiter, keyron Vénusz hármas konjunkcióhoz vet egy egy szemiszexilt. Fontos tudnotok, hogy igazából, ha jól megnézitek, itt a Keiron vírus áll szinte tűpontosan együtt, ez egyébként ö, ö, ugye a vírus miatt tulajdonképpen ma van Orbison belül még, és aztán már, már mint én és aztán holnapra már távolodni fog. De a Jupiter hozzá fog pontosodni a Keironhoz, amiről lesz majd külön videó, megígérem, az csak 12-én pontosodik be a hajszál tehát akkor fogok majd, tehát majd azelőtt fogom megcsinálni a videót, most nem beszélek róla. Hanem önmagában azt a táncot akarom megmutatni, hogy mi történik a halakból a korfa való átmenetnél. A halak, a transzcendens élmények, az, a teljes elfogadás, az önfeláldozás, a, a hogy mondjam, a, a, teljes belolvadás, elolvadás, megolvadásnak a, a jegye, hogy a halak minőségű ember nem tudja megállapítani az én és a te között a határvonalat, belebukik egy csomó mindenbe, tér és idő nagyon nehezen megfogható a számára, ezért pontatlanok, ezért késnek, ezért úsznak el. Mi a legpusztítóbb tulajdonságuk? Az, hogy nem is tudják felvállalni azt, hogy most én akkor ki vagyok, tehát az én és a te közti határon állandóan elmosódik. Ez önmaguk számára pusztító természetesen, mert, és ezért van az, hogy nagyon sokszor önfeláldoznak, mert nem tudják megkülönböztetni, hogy most én vagyok, vagy, vagy az a dolog, az már az enyém, még az enyém, vagy már a Érd. Erre egy nagyon csatlanos válasz a következő jegy, mert az pedig azt mondja, hogy én ezt akarom, én ezt választom, ez lesz. Tehát az meg a teljes önzésbe való átmenet. Ö, ugye ugyanígy működik egyébként a, a Neptunus-Astrea nem, Neptunus Eris 30 fok, tehát itt ez azért érdekes egyébként, mert a Neptunus és az Eris nagyon-nagyon lassú égi testek, és már tulajdonképpen az előző évben is majdnem végig 30 fokban voltak, néha kicsit kimentek az Orbizból, és a következő hetekben is ott lesz a Neptunus Eris 30 fok, még jó ideig, és ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy az Eris a drasztikusan megváltozó külső körülmények áldozatot követeltünk. Ezt a maszlagot nyomják le a torkunkon, a hülyek vezet ők persze semmiért nem állózzák föl magukat, frászkarikát, eladtak bennünket Amerikának kilóra gyakorlatilag, és akkor áldozzuk fel az európai életmódunkat, ugye ezt már tulajdonképpen egy ideje követelik tőlünk, igen, a migránsokért föl kell áldoznunk az életmódunkat, adjunk neki. Minek? Dolgozzanak meg a, 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 hogy szegény ukránok, egyik szlávni veri a másikat, nem érdekel, nincs hozzá közem, nem is akarom érteni, nem, nem, az enyém. Másik 30 darab háború folyik a világban, hallasz egyikről is. Ez nyom a pofákba egy folytába, hagyjanak bennünket békén vele, nem a mi háborúk, értsétek meg. Ha meg azt akarod, hogy a te háborút, menj oda harcolni, bakker. Szabad! De hagyjál engem békén, is ne nyom le a hülye ideológiádat rám. Na, ez körülbelül a Neptunus Eris, és ezt próbálják, de ugye a, itt a valóságbácsi mindig becsönget. Tehát az Eris, mint drasztikusan megváltozó külső körülmény, egyszer csak oda nyomja a pofádba, hogy figyelj, ez lett, ez volt, és ez lett, kell ez neked? Tényleg jó? Megéri az ideológia? És akkor azt fogod mondani, hogy hát nem, bakker, nem. Na, ez történik, és ugye itt ugyancsak a halak és a kos minőségéből való átmenet. Tehát a halakban, jó, áldozunk föl magunkat, adjunk, persze fogadjuk be, izé, az eriz, és amikor a kos elindul, ugye, az erisznek a, 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 minőségével, az maga az, hogy tudod mit, kap be, nem. Tehát ez az átmenet. Aztán ugye van egy kosból bikába való átmenet, a többek között például a Vénusz Uránusz 30 fokkal, és az, a Keiron Uránusz 30 fokkal is, mind a kettő nagyon izgalmas, ugyanis most mondom el, hogy a Keiro Uranus 30 fokok azok Atlantis színminőséget képviselnek, Atlantis egy 12 ezer évvel ezelőtt pusztul el, vele a világ teljes egészében szinte, tehát 9 tizede a világnak gyökeresen elpusztul, átalakul a Földnek a felszíne, elferdül a Földnek a tengelye, kialakulnak az évszakok, egy minőségileg sokkal rosszabb élethelyzetbe kerül a maradék emberiség. És az, az, az Uranusz Keyron fényszögek, azt a generációt mutatják, aki ezt végigcsinált a különböző módokon nagyon sok minden információ van most már elérhető Atlantisról, én most ebben nem megyek bele, mert elvinni az egész filmet, már így tök lesz, de minden esetre az Uranus Keiron fényszögek jelzik ezt a fajta karma típust. Nagyon szépen megkérlek, ne írj rám, hogy mit jelent, nem fogok rá válaszolni, most mondom, mert ez abszolút egy képleten belül fejthető csak meg, tehát azért nem is beszélek róla, de minden esetre már megint egy 30 fokunk van, tehát megint lehetne rajta javítani, ugyanis az égítestek, hogy hívják, vészjelzést adnak le, hogy most nagyon közel kerültünk megint ugyanahhoz a szarhoz, ami akkor volt, ugyanúgy fel tudjuk robbantani a bolygót, megvannak az eszközeink hozzá, megvan a technológia hozzá, az emberiség ugyanúgy a vesztébe rohan, mint akkor tette, és tehát ezért van ez a jelző, ez a, ez a segítő nevelő fényszög, ha akarjuk, megfigyeljük, ha akarjuk, nem, figyelmen kívül is hagyhatjuk. A Vénusz Uránusz pedig, ugye arról szól, hogy kötődés vagy szabadság vagy, ezt hogy lehet összeegyeztetni. Mindenesetre a kosból a bikába való átmenet, az pedig úgy írható le, hogy a kosnak a legpusztítóbb tulajdonsága a túl gyors, túl húdja, és tulajdonképpen önző és semmit nem létrehozó minősége. Hát erre válasz a a, 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 a bikának a lassú, megfontolt, nehézkes teremtő ereje, amivel mindig létre akar valamit hozni, vagy harmóniát, vagy pénzt, vagy vagyont, vagy valamilyen szépséget, művészi képességet. Ugye mi történik? Az Uránusz benne, tehát éppen robban az egész. Ezt az Uránuszt a Vénusz uralja, de a Vénusz a kosban meg, hát ugye exilben van. Tehát hogy ez itt az a, megint csak a csuka fogta róka, róka fogta csuka esete. Aztán ott van a Saturnus pluto 30 fok, ami azért érdekes, mert két és fél évvel ezelőtt ugye pont együtt álltak, azóta ugye a Saturnus előre ment. Ez a két halálbolygó, amikor találkozik, akkor szinte mindig valamilyen veszteségelmény van. Ez egy csak 30 fok, de mutatja a veszteséget, és ugye a bak és a vízöntő között teremt átmenetet. A bak a megcsontosodott szerkezetek, a struktúrák, hierarchikus viszonyok, a régi, megszokott, és ezt robbantja föl az Uránusz által ö, uralt vízöntő, amiben minden robban, kőkövön nem marad. Tehát szemben a megcsontosodott, megmevedett szerkezetekkel jön, a megújulásnak a vágya, de nagyon sokszor az robbanással történik, és kőkövön nem marad. Ö, a Transplutó szerez 30 foknál, ugye ott a szűzből megyünk át a mérlegbe, a szűz a józan, praktikus, racionális, gyakorlatias döntéseket meghozó minőség. Mi a legnagyobb hibája? A rettegés, a szorongás a sogatás, kritik, a, kritikás, tehát a túlzott kritika, a túlzott kritikusságnak csak kimondom. Ennek az ellentétje a mérleg, ami a letolyom tabletta, ugye most nagyon szépen dicsérjetek meg, hogy milyen szépen beszélek, tehát a, 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 ami, teljesen érzelemmentesen, abszolút a racionális döntéseket támogatja, a hideg, hűvös észszel, tartózkodással meghozott döntések, amikor érzelmileg abszolút kívül maradok valamint. És akkor ugye az utolsó, a szerez leszálló holcsomó 30 foknál pedig a mérlegből megyünk át a skorpióba, ott pedig ugye mi a mérleget legkevésbé vonzó tulajdonsága, pont az érzelemmentesség, hogy ott, ahol kéne érzelmeket mutogatni, ott sem mutatunk érzelmeket, és a skorpió erre a csatlanos az, hogy nagyon mély érzelmeket mozgatok, meg az érzelmek teljes skáláját kipróbálom, és bele is ragadok. Tehát ugye majd az az ő problémája lesz, amire majd a nyilas ad egyfajta választ. A mérlegnél azt tudom még elmondani nektek, hogy az egy fura jegy, ugye az egyetlen tárgy az állatövön, és sajnos egy olyan viselkedési mintát tud. Ugye a leghelyesebb, legaranyosabb, legszebb minőség, a legkedvesebb, a legokosabb, a legracionálisabb, soha nem nyom rá semmiféle negatívumot, de a mérleg érdekeltségű embereknek van egy pusztító tulajdonsága, az, hogy nem áll ki melletted. Úgy tűnik, mindig kiáll melletted, amikor te nem látod, vagy nem hallod, mert mindig az ördög, ördögügyvédjét látja, de amikor neked van valami bajod, elkezdi a másikat védeni. És ez nagyon-nagyon ez nehéz, tehát nagyon nehezére esik, főleg a mérlek holdak viselkednek így. Na, drágáim, ez tehát, a, úgy, jó sok mindent mondtam el, de úgy gondoltam, hogy legyen ez egy hosszabb videó, mert sok mindent akartam elmesélni. És hogyha meg akarod tanulni a fényszögeket, akkor nagyon-nagyon sok szeretettel várunk a Tiszta Forrás Intézetbe. Hamarosan szerintem megszüljük már a, a dolgokat, és ki lesz rakva a honlapra mindenféle új hirdetni való. Még a workshopok nem, tehát a nyári workshopokat én, én valamikor a tavaszi szünetben, tehát a húsvéti szünetben szoktam összerakni. Ha valami kérésetek van, vagy szeretnétek valamilyen workshopot írjátok meg, aztán vagy lesz, vagy nem, tehát de szívesen veszem a, a, az ötleteket. És egyébként megjertek hozzám tanulni, ez mind megtanulható, és boldogan fogom benneteket tanítani. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!